annyi személyes kötődésem, hogy legyen ez, hogy ilyenkor hideg futkos a hátamon ennél a bevonulónál, amit Espinálnál csinálnak. Főleg így most, hogy a közönség együtt énekli vele, szenzációs. De tényleg remek hangulat. Hát nyilván most az elején még, hát ők jóban vannak, tehát itt nincsen ilyen probléma, ráadásul egyikük sem egy olyan típusú figura, aki bárkivel is rosszban lenne. Épp azt akartam mondani, hogy Espinál sem az nagyon a típus, aki... De a küzdelem az biztosan meg lesz, és a tisztelet egymás felé megmarad, de biztos vagyok benne, hogy mind a kettőknek ez most élete nagy lehetősége. Espinál szeretne ugye most döntőt nyerni, tehát Premier League-et nyerni, hiszen tavaly közel volt hozzá nagyon. És most már második Premier League a versenyén másodszorra juthat döntőbe egymás után, azért ez komoly teljesítmény. Ott az jutott eszembe, hogy ugye a Mourinho iránti tisztelete miatt hordja a Special One feliratot a pólója hátán, de Souza, az lassacskán lehet, hogy ez fordítva ezt kell. Ezt elcsente most már, lehet, hogy most már inkább vele fogják azonosítani, igen, mint Mourinhoval, de tény és való, és már ugye ők egymásnak üzentek is ezzel kapcsolatban, nyilván ugye, így hogy de Souza most már nem egy egyszerű portugál állampolgár a kanapéról, hanem egy profi darts játékos, ráadásul ugye Mourinho azért a Szigetországban, hát hogy mondjam, lett nagyon népszerű, mert előtte is az volt, de nyilván a legnagyobb pályafutás, hát ott töltötte, hogy a pályafutás, az edzői karrierjének a nagy részét ott töltötte, így aztán a darts ugye itt kifejezetten komoly szintet képvisel, na, 140-60-ra. Igen, jó kezd hátsó pályán Espinel. Minden esetre ugye, ahogy ezt már egy-két portálon lehet látni, Phil Taylor hatszoros Premier League győzelmi rekordja, az még egy évig legalább élni fog, hiszen ugye Van Gerwen nem jutott döntőbe. Így neki marad az 5 trófea. 100-as. De Souza nem jól kezdett saját legben, hátsó pályán Espinel viszont igen. Ja, és hát ugye bocsánat, azt meg hogy tegyük hozzá, hogy biztosan új bajnok lesz. Így van. Hiszen ugye így ebből van. A három játékosból, akinek még van esélye megnyerni, senki nem nyert még Premier Ligát. Tehát új győztesünk lesz. De Souza viszont nem kezdi jól a meccset, és egyébként még egy icipicit visszautalva az előző mérkőzésre, ez azért volt egy nagyon komoly fegyvertény Claytontól, hiszen közben lehet, hogy bejön egy 180. 180! Hát nem kellett megvárni a második leget, hogy dobjon, de Souza egy 180-at. Ugye a Dimitri Vandenberg előtti mindent eldöntő meccs előtt, az előtti két napon Clayton nagyon mély gödörbe került, főleg a kiszállókkal, és onnan visszatornázta magát egy sorsdöntő meccs megnyeréséig, és az most egy akkora löketet adott neki láthatóan, hogy keresztül ment ezen az elődöntőn is. Na, és akkor most már tényleg ezzel bravúr a meccsen kellene. Foglalkozunk. Nem, nincs bravúr. 92-vel teszi le magát, kiszálló közelébe Espinál. Nézzük, de Souzát a két darab dupla 18-ra megy rá. Bedobja! Gyönyörűen! Érdekes, hogy rámegy a két dupla 18-ra, viszont 54-nél már a 14 dupla 20 játszik. De hát aki úgy dobja a dupla 20-at, mint ő. 125. Látod, a számolás azért máshogy kattog az agya. Sokat fejlődött egyébként, te tényleg. Ez tehát, ezt most komolyan mondom, nagyon sokat fejlődött. Volt annak idején Magyarországon egy számolóművész Patakinak hívták. Te emlékszel igen. Még rá? Tehát hát hallottam róla, igen. Hogy, abszolút. Hogy egy fejben ötjegyű számok kivonását, szorzását, egyebeket megoldotta. De ő nem dárcozott. Igen. Hát ugye Kirk Bevins az, aki legendás. Ugye neki a beceneve is 140. Calculator, és ugye hát így aztán ő nagyon sok ilyen versenyt nyert, ami a fejben számolásra épít. Azt nem tudom, hogy milyen magasságukban szerepel ebben, de hát azért nem véletlen ez a...
Jól látom, Espinálnak a nyila már gyilkolja a táblát egy picit. Azért Magyarországon voltak ilyen nagy hírességek, hát mondjuk a más értelemben például a Füttyös. Nem fejszámoló művész volt, hanem a... Na nézzük. Nem dobja be elsőre. De másodikra sem. Másodikra sem. És De Souza lebrékelheti. Tripla 18. Az megvan, és a 32. Bedobja! 106! Nem semmi. Megoldja a 100 pluszos kiszállót, és egy picit eltotyogta itt a végét a legnek. Espinál, és meg is büntette érte De Souza. Száz a kezdése saját legben. Elmegy az ötösbe, de a 135-öt azért megdobja Espinel. Ugye annyit azért tudni kell, hogy nyilvánvalóan most Clayton szépen rápihenhet a döntőre, igen, de majd ezután a mérkőzés után is azért egy hosszabb szünet lesz, ha minden igaz, akkor 20 perces szünet lesz, csak utána kerül sor a döntőre. Igen, hát 180! Meg kell adni annak is az esélyt, aki ugye a második elődöntőt játsza, vagy nyeri, hogy kicsit pihenjen. Százszerre lerakta magát. Na, lesz-e nyúlhúsból készült girosz? Nem, a egyelőre nem. Nem. Igen, a lucernát fogyasztja a nyúl. Megvan, meg ez nagyon-nagyon kellett. Bizony. Espinel kezdte át. Hoppá, az neki sem tetszett. Aztán korrigál lent. Szép. Picit fölötte, az már jó helyen, majd lejti a harmadik nyilát. Az igen. Udvari a speaker. És bedobja. Meg is köszöni. Várom veregette Nóbőt, hogy köszi a tripla 20-ast a földről. Ez jó. Ott a tripla a végén. Nem tudom egyébként, hogy ilyen messzire nem szoktak kijönni a speakerek fölvenni. Én még sosem láttam ilyet. Fáj a dereka, vagy nem tudom mi lehet. Lehet, hogy Espinálnak valami derék fájdalmai vannak, vagy oda lábához esett a nyíl. Ott a tripla. Csak egy 40 Espináltól, mert hogy le kéne dobni oda a Nobel lábához a nyilat, vagy az megint egy tripla legyen. Ez most nagyon, nagyon nem jön most De Souzának, és ráadásul nincs is kiszállója. Ó,
két tripla 19-en meg lehetett volna a kiszálló. Jó. Nincs mese, meg kell, hogy oldja Espinel ezt a 20 dupla 16-ot. Az nagyon messze 16. van. Nem dobja be! És óriási brékesség! Az megvan! Te nem. Na mi van? Elszámolta magát megint, ezt hihetetlen, de miért hát nem néz rá a papírt? Be is mondja neki, hogy mennyie maradt. Hát de bemondja neki Noble, hogy mennyie maradt. Hát nem, legalább arra figyelne. Elképesztő. Hát ez hihetetlen. És ez, 3-1 helyett most viszont 2-2. Megint... Milyen fejet vágott Espinel, most jön a 9-es, figyelj. Bosszúból. Száz! 80! Megint elrontott valamit, most dob egy 9 nyilast. Dob egy egyes szektort Espinel. Egyelőre nincs triplája. Lent sincs. Na nézzük a folytatást. Hoppá, az is triplának tripla, de ebből nem lesz így 9 nyilast. Ujj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 
Ki is használja Espinel ezt a hibáját, de Szózának 140. Ott a tripla 19, most lent kezd. Gyönyörű három triplás. Ez most gyönyörű volt bizony. Ezzel nagyon jó helyzetbe hozta magát kezdésből. Nincs kiszállón Espinel, 104-en Szóza. Kellene egy tripla. Nincs meg. Megint egy kicsit számolni kell, matekozni kell. Az most jó, 48 marad. Nyugodt lehet, hiszen ezzel a három nyillal ezt a leget nem húzhatja be Espinel. 60 csak. Még a következő hárommal sem tudja. 16 megvan, dupla 20, az is megvan. 3-2. 4-1 lehetne, tegyük hozzá, hogyha nem számolja el magát az előző legben, de Szóza. Száznegyvenes kezdés. Ez egy rossz egyes, 21 eddig. A Noble azért most nem ment oda. 41. Noble keze aranyat ér, mert ha ő veszi fel a nyilat, akkor triplába megy, ha nem, akkor nem. Easy bar. 85. Képzeld, a játékosok úgy indítanak, oda öntik a nyilat a lábához. Szedd már föl, légy, George, egy picit. Most már kéne egy 180. Azért ennek a mérkőzésnek a színvonal vagy átlaga elmarad az előzőtől. Igen. 180! A küzdelem dominál. Erre mondják. De egyébként az nincs semmi gond a színvonalra, mert szenzációs ez is. Az is jó. És 180! Visszadobja Espinelnek. Kezdenek bemelegedni. Azért jelentős különbség a két kiszálló között. Ott a tripla 20. Így. És bedobja. Bizony. 3-3. 11 nyilas leg Espináltól. 3-3. Remekül kezdett Szóza. Az is benne van. Van ott hely. Fölé dobja. 140, így is jó kezdés. Lehet, hogy jobban kezd Espinel? Jobban már nem. Ugyanúgy. Hátsó pálya.
Alá, levált. Jó gondolat. Tökéletes kivitelezés. Írják, hogy ugye Szóza nem beszél jól angolul, ez igaz, de hát már riportot ad, szerintem egészen korrektül, és a dárcosoknál az első, amit megtanulnak angolul, azok a számok, tehát... Bár szerintem ő meg volt róla győződve, vagy annyia van, nem is figyelte. 180! Aztán kész, de szerintem tök minden. Most figyeljen majd oda, hogy most tényleg 47-e van. És most tényleg azt kell rádobnia. Most jöhet a... Bár lehet, hogy most inkább a 7 dupla 20-at fogja választani, ugye kiderül. Nem, inkább a 15-ösnek tűnik, az megint. Na most jó, ezt már egyszer megdobta. Hoppá, távolról indul, messziről. És nem belülről dobja be. Dobja meg. De bravúr lenne Espineltől a 161. Igen. Bár tegnap 152-es oldott meg, és ez volt a tegnapi nap legmagasabb kiszállója. És ráadásul közvetlen a 120-as kiszállója után De Szózának. Újabb. Ott még remek hangulat volt. Bent van. Nem bizony. 4-3. Kérdezik, hogy nem kaptak új táblát, mert elég gyalázatosan néz ki a 20-as, de kaptak? Ez ennyi idő alatt így néz ki. Pedig nincs is valakinek, ott igen, valakinek olyan hegye van a nyilában, ami saját maga úgy megsóriász, hogy ugye ne pattanjon ki, benne maradjon, ne csúszson ki, de a táblát meg legyilkolja vele. 180, szinte tuti volt, hogy meg lesz a harmadik is. De Szózának a 86. 180-asa a Premier League-ben. Hát ha bejut a döntőbe, akkor lehet, hogy megdobja a 100-at egyébként. Ezt most komolyan mondanám. Most még itt van egy csomó lehetőség, és ha bejut oda, akkor meg lehet. Nézd oda, ott a negyedik nyíl. Az ötödiket is berakja a helyére! Oh, ne csináld, ember, 140. Heves búzás a nézőtéren, és szinte elnézést kérdez Szóza a szurkolóktól, hogy bocs, nem jött be. Ez gyengécske. De alá dobja, levált, hát, triplának tripla, csak szomszéd tripla. Ott is egy szomszéd tripla, az már jó tripla. Na nézzük a végjátékát a legnek. 132-re De Szóza. Egy bullal nyit, még egy kellene, az 25-be megy. Gyönyörűen dobta a tábla középső részét. Az... És bedobta megint a bult, amivel 7-et hagyott magának. Óriási. 57-nél. 57-nél 25-öt kellett volna dobni, hogy 32 maradjon. Erre belevág még egy bult. Milyen bemutató dárcot tart időnként De Szóza? Figyelj, most kiszállj, pedig de az lett volna az igazi nagy bünti egyébként. 96. Na és akkor ez csak nem... tudja elszámolni. Megvan. Hoppá, egyes, az nehéz. Nem, de vajon bedobni? Nem az dobja be. Tudja. És most lebrékelhette volna pedig. Megvolt. Komoly az, de még azért meg kell dobni a Espinelnik. Várjunk, de csak egy nyila lesz a duplára. Nem is dobja be! Kihívás ugyanaz. 3-2. Megvan a 3. Na most a dupla 2. Kicsit gimnasztikázik előtte De Szóza. Aztán ez nincs meg. Ez sincs meg. Megkönnyebbülhet Espinel, csak hát még mindig a dupla ott van előtte. Fölé dobja.
bedobja, 4-4. 4-4. Óriási mázlia volt, hogy nem ment el két leggel De Souza. Hát igen, csak ezt lelkileg De Souza föl tudja dolgozni, hogy megint itt volt az esély. Természetesen a kezdés esély, egy a kezdésnek a nyuga az még mindig nála. A kezdett 180-nal. Kérdezik nem. Itt tőlünk, hogy a búra dobással döntik el, de nem. Ugye itt a pozíciók döntötték el, hogy ki kezdi a meccset. Tehát az első a negyedikkel játszik, akkor az első kezdett, ahogy ugye Fangerven. Itt pedig a második, a harmadikkal, tehát De Souza kezdte a mérkőzést. Nem volt búra dobás a meccs előtt. Nagyon hasonló kezdés. Közelítik azért igen, már ez már azért százas határt. Szép, emberes. Hoppá, csúszott az ötösbe. Na, Espinel most bele. 140. Most résen kell lenni De Souzának. Picit fölé megy. Az is egy picit fölé, de már közelít. Azt meg alá dobja, nincs tripla. Kilencvenet dobott Espinel. De Souza nincs kiszállóm. Viszont egy nagyon jó kiszállója lehet. Bizony, 135 Espinelnek, 82 De Souzának. Egy szektoriba. Bizony, így már nincs kiszállója Espinelnek. 82-re nézzük. Na most a jön a 17. Ó, nem találja el a 17-est, ez most nem elszámolás, csak egy szektorhiba, de ugyanolyan drágán megfizethet érte. Mert így bizony 54 pontja van. Most egy 18-as dob rá, hogy 36 maradjon. 78-ra jön Espinel. Ott a tripla, két jó, nyíl a két duplára. Brékre, bedobja bizony, 5-4-re vezet Espinel. Most már a második olyan leg, igen, és egy más után számára, amit elvileg neki kellett volna megnyerni. Ezt mondom, hogy lesz lelkileg, látod, az előző is egy picit így megrogyott, és ez most aztán még fájdalmasabb volt, mert saját kezdést vesztett el. Ettől aztán lendületbe jöhet Espinel, ha csak nem jön a szokásos gyorsan. De Souza visszajáték 180-akkal. Levált, nem jön. Egy, igen. 96-ot azért sikerül oda pakolni. Kicsit jobb, mint Espinelé. Egy tripla megvan, kettő is megvan, 140-es. Most kellene De Souzától egy 180, az már nem lesz meg. Megint levált, jól teszi, és megint jön lent a két tripla. 134-jel. Ő is levált, de itt most nem jön a tripla. Na, ezt ki tudja használni vajon a portugál? 19-esre? Nem. Jó, oké. Az jó. A két triplával még jó lehet, nem az egyes. Megvan a két tripla. Mégsem igen, jó. De azzal mégsem jó, igen. No. Oppasz, visszaköszönt most Espinelnél is. Szép korrigálás. Olyan ábrázatot látunk De Souzától, hogy mindjárt elsírja magát. Igen, megy a matek. 171 az jó, az könnyű kiszámolni, hogy 20 marad, de 133, 58-ra megy le. Mit csinált? Hova dobta azt? Ó, mekkora hiba sorozat! 25-re akart rámenni, ugye hát arra kell, tehát a Bull 25. Na, itt de itt viszont visszabrékelhet, megvan a 18, éppen, hogy mondjuk. Lehet.
bedobja! 5-5! 5 vissza brékel De Souza, és aztán így mennek el szünetre. Hát ez is egy jó kis szoros mérkőzés, még ha mondjuk átlagban nem is hozza azt, amit az előző összecsapás, de egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz végül is az ellenfele Claytonnak majd a döntőbe. Úgyhogy szünet következik itt is, ott is, és hamarosan jövünk majd vissza. Szép kis este, jó kis este, izgalmas kis este. Egy nagy meglepetés volt már az első meccsen, Fangerven búcsúja, aki, mint említettem, még sosem esett ki a Premier League-ben elődöntő mérkőzésen. 95,96-os átlag De Souzánál és Espinánál is 95,32, nagyjából fejfej mellett minden mutatóban. A kiszálló is 38,5%, De Souza 41,7. Jó? 180, remekül jött ki. Szia uram, jó reggelt kívánok, így visszaköszönni rögtön szünet után, és egy 41,7-es kiszállózás Espinálta, tehát tényleg egyformán állnak, ugyanúgy két-két break leg, és hát ugye nem véletlenül ötött az állás. Itt viszont nincsen folytatása a 180-nak, 99 azért befigyel, Espinál meg rosszul kezdett. Százas. Van itt egy kérdés, természetesen bronz meccs nincsen a Premier League-ben. Na, 140. Hát még nincs kiszálló Espinál. Miközben a tripla 18-at megdobja De Souza, dupla 10. Ó, az nagyon messze volt. Bizony. De idegeskedni egyelőre nem kell a portugálnak. Na most már azért igen, ha nem sikerül ezt a dupla 10-et kivégezni. Megvan. 6-5. A helyzet ugyanaz, mint az előző mérkőzésen, tehát 10 nyert legig megy, és miután nincs döntetlen, hopp, lerepül a toll, így a tizedik leg mindenféleképpen el kell, hogy döntse a döntőbejutás kérdését, mármint a győztes számára a tizedik. Nagyon fölé megy mind a kettő, sőt, nem jön tripla, ez most hiba. Kihasználja De Souza, egy triplája már van, ki bizony 140-et dob. Össze kell, hogy kapja magát Espinál. Azon is van. 130-ot kiváltott a 18-asba, csak azt nem láttuk. De még mindig De Souza van jobb helyzetben. 95-tel lejöhet. Így már nem lesz kiszállója. Most már azt hiszem, inkább a 20-ason próbálkozik, de ott sem jön a tripla. Ez egy nagyon rossz kör volt. Nem használta ki, igen, ezt a lehetőséget. Úgyhogy Espinál most szépen letutízhatja ezt a kezdést. Kéne hozzá két tripla, neki meg is oldja 131-jel. Fölé helyezi. Ez nagyon úgy néz ki, hogy ebben nem lesz breakleg. Ez nem úgy fest, de hát ez még meg kell dobni a duplát. A búra rá fog dobni. Rá bizony. Kiszálló van De Souza. 160-ra De Souza, na nézzük! Nincs meg. 160, ez nagyon leragadt így. Ebben a legben a portugál. 9 megvan, dupla 8, az is megvan. 6-6. Nem tudnak egymástól elszakadni, de a sziámékre összeragadnak.
szintén kérdésként merül fel, hogy a harmadik helyért miért nem játszanak, ugye addig is tudna pihenni, aki a döntőre vár. Volt ilyen próbálkozás. Egyrészt egyenes kiesésnél ugye nem nagyon szoktak harmadik helyen a két vesztes, elődöntő vesztes azonos pozícióban végez. 2010-11-ben volt egyébként ilyen, és 2011-ben ilyen gyenge bronzmérkőzés volt, hogy Phil Taylor, Raymond van már nevelt egyébként, akkor Adrian Lewis és Gary Anderson játszott a döntőt, Gary Anderson nyert 10-4-re, és harmadik helyet Taylor szerezte meg. Előtte meg, jól emlékszem, hogy gyorsan visszanézem, azt hiszem Simon Whitlock talán volt az egyik. Igenis, Mervyn King, ők játszottak egy harmadik helyért játszani, és sem a világbajnokságon, sem pedig a Premier League-ben ez már nem divat, valahogy nem annyira motiváltak a játékosok, sokkal jobban szeretik azt, hogy igen, a harmadik aztán. A legtöbb sportágban ez már, hogy mondjam, ilyen keserű csalódott csapatok mérkőzése a harmadik helyért lebonyolított összecsapás. Igen. Lehet ez akár egyéni sport, akár csapatsport. Na nézzük, de Szózát azzal a 121-jel mit kezd, dob egy bult. És ugye az se lenne túl reális, hiszen a vesztes is ugyanúgy játszott, tehát most azonnal megint táblához állítani, igen. Ugyanúgy szünet kéne, hát akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, úgyhogy ez jó ez így szerintem. Na! A 7-6 érde Szóza dupla 20-ra 3 nyillal, bedobja elsőre. Hát egy dupla 20-at mindenki az dobni, de most komolyan. Hármasával dobálja őket. Kérdezik tőlünk, hogy mi lesz a következő tévés torna. Hát ugye a World Series sajnos törölték az utazási kényszer miatt. Ugye ott nagyon sokat kéne utazni, és ezt nem vállalták be és szerte a világban. Ez most azért nem annyira menő foglalatosság, és inkább törölték, és ezért a World Match Play lesz majd a következő, amit itt a sporttelevízióban is adni fogunk egyébként, de majd erről szerintem a szünetben beszélünk. Ez van júliusban. Július 17-25, igen. Pici előnye van ugyan Espinálnak, de két triplával, vagy most már csak kettőt lehet, egy százassal azért. Nincs meg száz. Ott van a nyakán de Souza. Azért ez valami, most... valami nagyon zavarja a visszamenetelén, holott De Souza egyébként normálisan, tehát a protokollnak megfelelő távolságban megy, csak valahogy mindig Espinál ki áll egy picit a dobás előtt. Opa, pedig ez most egy nagyon-nagyon fontos leg, ahogy közeledünk a 10 nyert leg felé. Ó, ez gyenge volt. Espinának sem volt az előző köre túl jó, nem tudta De Souza most kihasználni. Most már itt igen, ezekben a legekben az dönt, aki először nagyot dob. És most az ezúttal Espinál lett. Kicsit ilyen fangervenes reakcióval konstatált próbálja, ezt a 140-et Espinál. Próbálja felhergelni magát. 60 csak. Ó, 6 nyila van a 108-ra Espinálnak, ezt meg kell oldania. Kell a tripla 19. Meg is van, és a 32-re visszaáll a helyére. Nincs meg, 16-os. De nincs kiszálló, még de egy köre lesz rá biztosan. Opa. De rosszul kezdi ezt a kört, de viszont jó a korrigálás. 121-57-re megy le. Na, dupla 8. Ezt most be kell dobni, mert akkor... ott nagyon picike kis hely van. Ott volt benne, és kijön, te jó kijött rá, de... Ott van a... Lehet látni, hogy hol volt a hegye. Ott volt benne a hegye. Hát ezen akár még a döntőbe jutás is eldőlhet. Igen. 17 megvan. Most kiszáll De Souza akkor például. Dupla 10. Elrontja, de mekkora hiba. Na most Espinel rábólintott, hogy igen. A sors ez így helyes a lehetőséget, döntés. Igen. Bedobja. És most ott van, benne is marad. Egy jó 19 nyilas leg, de kit érdekel, legalábbis Espinát biztosan nem.
A De Souza egy iszonyatosan gyenge leget dobott, és ehhez képest még így is volt esélye. Igen. Két nyíl, hogy megdobja a kiszállót, és gyakorlatilag elérhető közelségbe kerüljön a döntő. Hatalmas esélye volt így egyébként ezzel a kipattanó nyillal De Souzának. Meg lett volna a break, és most a... megvan az egy-egy tripla. 9. Igen. Ott gyönyörű. Viszont jön 2. 135. Levált. Ha levált, akkor mindig bejön, de ez... 96. Nagyon izzadt De Souza. Fölé dobja mind a kettőt Espinel. A harmadikat meg alá, 60. Na, lemegye 100 alá, nézzük. Ahhoz még egy tripla kellene. Megvan. 140, gyönyörű. Hoppá, nem ment át a tripla 18-ba, ott viszont megvan a tripla 20, de nincs kiszállón. Megvan a tripla. A tripla 10, megvan. Elcsodálkozik rajta, pedig nem, azt ez volt a cél. Dobni, igen, csak hogy benne van-e. Ez viszont nincs benne. Ez bedobja! Bedobja 8-7. És ezzel 8-7-re vezet. És nem bukhatja el Espinel, tehát ez most egy rettenetesen tejel Espinel nyakán, mert ha most lebrékeli De Souza, akkor a döntőbe jutásért kezdhet. De nagyon összeszedett most Espinel. 180! Rettentően kellett neki egy ilyen kezdés. Hat van. Rögtön 120-a Traver De Souza. Most valahogy ez a tendencia, hogy a kezdő játékos jobban játszik. Az ott is az jó. Ötödik tripla. És bedobja a hatodikat is. Most brutális Espinel. Az 501. stílusosan. Na nézzük azt a bizonyos hetedik nyilat. Nájne! Az a gonosz. Az nagyon-nagyon gonosz. Hát, jó fej. Hát igen, csak... Na jó, nem megyek bele a szabálymagyarázásba. Ugye a dobóvonal mögül nem mehet. Tehát ha átlépi, akkor befejezett a dobássorozat elméletileg, de... Nézd meg! A nyolcadika megvan a tripla. Most már ő se tud számolni, vagy mi a helyzet? Újabb tripla jön. Hogy a fene enné meg a hetedik nyilat? De 10 nyilas lehet, azért azt ne felejtsük el. Meg még lehet, hogy jön egy 180. 180, igen. Na meg lesz a 10 nyilas. Meg bizony! A hetedik nyil az rettenetesen. Kiszúrt velünk. Igen, az vele fájt, az nagyon fájt. 8-8! Hol jön a hiba? Ki bukja el saját kezdését? 140! De Souza odafigyel a kezdésre, már mint az első körre. Utána dobja. Nem, század dob, Espinel. Ezt most alá dobja De Souza. Az már jó helyen van. És a harmadik, az is 140-140. Itt most még egy darab tripla sem jön. Alá dobja. Megint megvan, és megint dob egy 140-et? Nem, most csak 100-at dob, de 121-es kiszállója van így.
tudta kihozni a maximumot. 135-öt az első dobás után. 25. Megvan a tripla, 20, dupla, 18. Bedobja! 121-es kiszállóval 9-8. Egy leg kell, de Szózának ahhoz, hogy ő játssza a döntőt Claytonnal. Igen, de mostanában a hátsó pályák nem annyira működnek. Nagyon összekapta magát Espinel. Rettentően figyelt, hogy az első kör ne hozzon neki hátrányt. Bár még hozhat, így nem. 100-as. Ott a tripla. Jó, meg az is jó, 140. Közel-közel a döntőleg. Döntőleg bizony. A végletekig kijátszhatják ezt az elődöntőt. Mert nem jön tripla De Souzának. Csak egy. Tegyük hozzá, hogyha döntőleg lesz, az De Souza számára kedvezhet, hiszen ő kezd. De még azért várjunk azzal a döntőleggel, mert dobhat itt egy nagyon jó kör De Souza. Igen, csak így nem lesz kiszálló. Így meg pláne nem, de egy 19-esre, de 18-asra kellett volna kezdeni, és utána dobni a tripla 20-akat. Úgy látom, hogy ezen a Premier League-en Big Fish nélkül maradunk. Lehetséges, de még ott a döntő is. Meg még lehet, hogy ebből is van egy leg. Az milyen csattanó lenne, valaki azzal jutna be a döntőbe, mi? Na, Espinel. Na, 74-re. Egy nyila marad a duplára. A dupla 20, Espinel bedobja. 9-9, ez a leg fogja eldönteni, hogy ki lesz majd Clayton ellenfele a döntőben. 15 nyilassa hozza vissza magát Espinel. Hogy kezd De Souza vajon? Hát ez most nagyon fontos. Itt most nem számít már semmilyen statisztikai mutató, egy legről beszélünk. És nagyon jól kezd a portugál. És a ritmusa is nagyon jó. 180! Hát ennél jobban nem lehet kezdeni. Hogy a terhet így le tudja tenni a válláról, döbbenetes. 12. a meccsen már. És neki a 8., tehát már 89-nél jár összesen. De azért megy utána Espinel, amennyire csak lehet. 134-jel megy utána. Na nézzük. Tudja-e tovább folytatni? A folytatást, igen. Egyes top! Ez nagyon nagy hiba. De megvan jó a korrigálás, a 121 még nagyon rendben lenne. A 81, na most két tripla. Izgalmasan alakul ez. Két tripla egy kicsit javítana Espinel helyzetén. Aládobja, nagyon kellene kettő tripla neki, levált, ott nem sem lesz jön. Már kettő. Egy, sőt, sincs, egy ez nagyon nagy baj. Itt most megint De Souza kezébe került a leg sorsa. És ötös dob! Hát itt azért mondom, itt már az idegek játszanak. 25 ez eddig. Mekkora hiba, kiszálló. 45! Nincs kiszálló. Most kell Espinelnek észnél lenni, 19-esen fog. Így megvan. Van. Tovább. Az is az jó. Is megvan, meg lesz a 175 az 50. Új, de gyönyörű! 164-jel! Ennyit számít a matek, most ennyit mi lesz számít itt? A matek, már is kiszállón van. Megvan a tripla. Viszont De Souza is jön lefelé. Az jaj, is jó! Dob. 75-je van, jön-e az 51? Bedobja az 51-et, 24-re lerakja magát, egészen parádés. Kell az ki extra Espinelnek. Espinelnek, mese nincs. Tripla, tripla. Tripla 20, az az alap. Nincs nincsen, meg! De le kell raknia magát. Az megvan. Az jó, 65-re 25. Nem sikerül, 53 marad. És itt a három meccs nyíl, De Souza kezében. Három meccs nyíl. Hát most kérdés, hogy tud-e nyugodt maradni a portugál. Látszik, hogy nagyon feszkós. Óha, és most kapja is az angol, a brit közönségtől a támogatást.
Aj, hatosra kell dobni. Bedobja! Azt a mindenit neki, micsoda mérkőzés! 10-9 Szóza javára. José de Szóza egy 14 nyilas leggel, egy 45-ös kört is belehintve ebbe a legbe. 14 nyilas befejezés, és élete első Premier Liga szereplésén döntőt játszik. Na most károgjanak azok, akik azt mondták a VB után, hogy mit keres a Premier Liga mezőnyébe. Hát ezt keresi. Egészen parádés az ember.